Most egy közeli településre, Tiszaőrsre látogatunk, ahol Hajnal Imre könyve bemutatóján vettünk részt. A könyv címe Az emlékezés morzsái, tiszaőrsi emberek, események, történetek. Aranyosi erdő, a fák és a honszeretet. Ragaszkodunk, kapaszkodunk, földhöz kötjük magunkat. Te meg csak mész nyugtalanul, a hazádat megmutat. Minket a föld s honszeretet ide köt, mert fák vagyunk. Ezt a földet választottuk, s szeretni nem fáradunk. Persze néha zord a világ, szélszaggatja ágaink, eső áztat, villám tépáz, kettétörve vágyaink. Mégis szép az élet. Felnyúlunk az ég felé. Lelkünk kéri a teremtőt, csepegtessen belénk fényt. Gyökereink ide kötnek, itt éljük le életünk. Itt történik minden velünk. A lelkünkben ég a hála, pedig csupán fák vagyunk. Nem ítélünk, sosem bántunk, inkább minden rád vagyunk. Ragaszkodunk, kapaszkodunk, életünk sem gondtalan. Leveleink tovaszáltak, stán mindegyik hontalan. De mi itt fogunk maradni, amíg tart az életünk. S büszkék vagyunk a hazánkra, s hogy e honban élhetünk. Hallottam egy éneket, egy halkan csengő szelédet, mely felhatoltam hennyekben lakóhoz. Ott elcsitul a szenvedés, és megnyugszik a kétkedés, hol felhangzik a szó halleluja. Ahogy oltalmazza életem, szeretete bennem él örökké. Mert a világban mind egy vagyunk, hisz egy dalban összetartozunk, mi egy szívből zenged hálás, halleluja, halleluja. És nevetni, és dalolni, ég meg halleluja, 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 halleluja. Halleluja.
Amatőrnek ezt az összeállított műsort, és most ismét Török Tündét szólítanám, hogy mondjon pár gondolatot a könyv előszabában megemlített Szenes Hanna zsidó származású magyar költőről. Vannak csillagok, melyeknek fénye világít a földön, mikor ők maguk már régen nincsenek helyükön. Vannak emberek, akiknek csillogó emléke világít, amikor ők maguk már nincsenek köztünk. Ezek a fények csillognak is, különösen ha sötét az éjjel, mutatják az utat az embernek. Szenes Anikó, vagy Szenes Hanna Budapesten született 1921. július 17-én, és ugyanitt halt meg 1944. november 7-én, magyar költő, zsidó származású brit ejtőernyős, izraeli nemzeti hős. Azon 17 magyar zsidó egyike volt, akiket az akkori brit fennhatóság alatt álló Palesztinában az angol hadsereg arra képezett ki, hogy ejtőernyővel Jugoszláviába ledobva megkíséreljék valami módon megakadályozni a magyar zsidók akkor már küszöbön álló deportálását. Szenest a magyar határnál letartóztatták, bebörtönözték és brutálisan megkínozták. De ő ennek ellenére nem volt hajlandó elárulni küldetése részleteit. Golyó általi halálra ítélték, és az ítéletet végre is hajtották. Külföldön hősként tisztelik, utcákat neveznek el róla. Hazájában, Magyarországon azonban elhallgatják az életét. Műveit 20-nál több nyelvre fordították le, és 50 országban adták ki. Valamikor, miután tanulmányait ellehetetlenítették, a kitűnőre érettségizett verseket író lány hát elhagyta az országot, hogy aztán a brit légierő ejtőernyőseként térjen vissza a zsidóságon segíteni. Küldetése végül is elbukott. 23 évesen hazaállítását végezték ki. Köszönjük szépen Török Tündének ezt a kis bevezetést, és most megkérném Hajnal Imre tanár urat, hogy mutassa be nekünk a könyvét, és az összeállított képanyag segítségével ezt fogadjuk szeretettel. Hát meghatódtam. Gyönyörű, szép műsorral köszöntötték a mai könyvbemutatót, és az itt megjelenik lévőket. Köszönöm. Jó esett. Emlékezés morzsái. Ezt a címet választottam ennek a kötetnek, az ötödik kötetnek. Igen, már öt könyv jelent meg, és mindez egymás után való években rövid idő alatt. Azt szeretném mondani, hogy lesz még folytatás, minimum kettő. Tehát minimum kettő. Egy kalendáriumot tervezek, ami még Tiszaörsi életében nem íródott. Tiszaörsi kalendárium 2020. 2019. októberébe szeretném lezárni, és már készülnek a hozzá tartozó tanulmányok. Én így mondom, hogy szösszenetek. És készülnek a gyermekkoromtól bemutató kis történetek, melynek először azt a címet adtam, hogy a gesztenyefák árnyékából, de aztán úgy gondoltam, hogy egy kicsit tovább is lépek, mert eljutottam a Hortobágy szélére. És megtoldom a könyvnek a címét, a gesztenyefák árnyékából a Hortobágy szélére. Ebben benne van Kócs, benne van Tiszaörs, de Tiszaörsről csak annyi, odáig jutok el, hogy ide érkeztem. Majd aztán meglátjuk, hogy lesz-e a folytatása. Hát az emlékezés morzsái. Eddigi Tiszaörsről szóló könyveimnek ugye az volt a címe, morzsák, és azokra az emberekre emlékeztem, akik Tiszaörsön éltek, élnek, kisgyermekek, felnőttek lesznek. Őróluk írogattam. És most ebben a könyvben egy kicsikét
más címet adtam, az emlékezés morzsái. Ahogy itt elhangzott a versben is, hogy csillogó emlékük világít azoknak az embereknek, akikről írtam és már nem élnek, azokról, akik élnek, és azokról, akik még most kisgyermekek, és a jövő nemzedékei lesznek. Azt szeretném, hogy ezekre az emberekre gondoljunk, emlékezzünk rájuk, és ismerjük el a munkásságukat. A nyitókép egy 1929-ben készült fénykép, Tiszaörsi fénykép, Tiszaörs fő utcája, akkor 1929-ben. A köves út már elkészült, de tetszenek látni, hogy a köves út kis keskeny, a keskeny köves út mindkét oldalán járművek közlekednek, a lovaskocsik, télen pedig a szárgák. A templom látszik, odáig készült el a köves út, a Kumadarasra vezető út még akkor nem készült, jóval később. A Nagyivárra vezető út is csak a malomig készült el, a malom pedig a vízművel szemben a Csatorna partján volt valamikor. Régebbi könyveimben erről írtam. Tetszenek látni, hogy a köves út két oldalán eperfák sorjáznak. Az eperfákat a tiszaigari földbirtokos, Széki nevű földbirtokos ajándékozta az őrsieknek, azzal a céllal is, hogy díszítse az Őrs főutcáját, ugyanakkor a selyemernyő tenyésztéshez is adjon segítséget. Tetszenek látni, hogy a házak, főleg itt a jobb oldali ház, az nádtetős, ezek a házak már nem jelnek a mostani. Utána következik a patika épülete. Tessenek nézni, hogy a patika épülete ilyen volt abban az időben, az 1900-as évek elején, és ugye hozzáépítettek, mellé építettek, és megnagyobbították. Itt egy kovácsműhely látszódik, ez a kis fehér rész, itt pedig az iskola épülete. Akkor még csak a főépület volt meg, mert a másik épület 1936-ban készült el. A templomon nem tudom mennyire látszódik, a templom tornyán óramutató van, de soha nem volt óra, csak fölfestették a templomra az óra. A templomnak ezen az oldalán, ahol most a Nagy Kálmánéknak a temetkezési vállalkozása van, a piac tér most ilyen árusító pavilonokat is helyeztek, hatalmas kút volt, a falu jószágait hottították, és a másik oldalon pedig, itt ez a nap sarki részen, egy hatalmas mázsaház volt, és a vásárba érkező állatokat ott mázsálták, meg minden olyan dolgot, amit mázsálni kellett. A falunak ez jó bevétel, hanem az külülbe az állatmázsálás. A nyitóképről ennyit. A következő oldalon, akinél már ott van a könyv, láthatja, hogy felsoroltam azokat az embereket, akik támogatták, segítették a könyvemnek a megjelenését. Köszönet érte azoknak, akik támogatták, név szerint is ott van, és azoknak is a könyv végén pedig az előfizetőknek a támogatását is. A könyv lektora, dr. Vadász István, a Tiszafüledi Múzeum nyugalmazott igazgatója, sajnos nem tudott eljönni, mert őt is elkapta az influenza, őnek is köszönetet megfejezett.
Köszönöm mindazoknak a segítségét, akik információkkal járultak hozzá a könyvemnek a szövegének az elkészítéséhez. Azokat is megemlítettem, azoknak a nevét is megemlítettem. És köszönetemet fejezem ki azért, hogy megszervezték ezt a mai könyvbemutatót, a könyvtár és a műveledéséhez vezetődés. Szeretném elmondani még bevezetőbe, hogy rengeteg fényképet gyűjtöttem össze. A számítógépemen több ezer fénykép, tiszajosi fénykép van. Folyamatosan gyűjtöm most is, kapom most is a fényképeket, és amit lehet a Tiszajosi Baráti Társaságán Facebookos oldalán megmutatok, kis szöveggel, kis kommentárral, és a fényképeket eddig itt könyveimben is felhasználtam, és az ezutáni írásaimban is több mint valószínű, hogy látni fogják ezeket. A könyveket anyagi okok miatt fekete-fehérben tudom csak megjelentetni. A kalendárium majd legalább a külső borítóját szeretném színesre készíteni. És itt majd tessenek nézni, hogy teljesen más színes képben a látvány. Azért igyekeztem úgy megbeszélni a Kunhegyesi nyomda vezetőjével, hogy ezeket a fényképeket a lehető legjobb minőségbe rakja bele a könyvbe. És nagyon nagy segítségemre volt a fényképeknek a kidolgozásával és a újra szerkesztésébe Kovács Kálmánnak, aki bizonyára látnak mindig a Facebookos oldalamon, hogy őre hivatkozom, hogy nagyon sok fényképet kapok tőle. Itt az ő édesanyja, testvére volt először fényképész, utána pedig az édesanyja vett át a fényképészettel kapcsolatos feladatokat, és amikor meghaltak, Kaposváron élő villamosmérnökhöz került a összes negatív, és ő most ezeket a negatívokat próbálja feldolgozni, és hozzá eljutatni. Az interneten a tiszaörsi honlapon a képtárban rengeteg tőle kapott fénykép van, melyet felhasználtak a tiszaörsi 725-ös évfordulós rendezvényén is a fotókiállításon. Nos, hát akkor nézzük, hogy kikről írok, kikről írtam, kik kerültek be a könyvbe. A legelső szereplő Lengyel Tamás. Ott van balra. Az édesapja Tiszaörsön hentes volt, hentes és mészáros. A Dózsa György úton éltek, és a édesapja, miután legtöbbször itthon tartózkodott, aktív tagja volt a 19. század végén megalakult Tiszaörsi Önkéntes Tűzoltó Testületnek. Ha bárhol faluban tűz keletkezett, ő volt az, aki leggyorsabban a tűzoltó szertárhoz ért, a tűzoltó szertár pedig a orvosi rendelő helyén volt az első tűzoltó szertár, a másik pedig a takarék, azt követő új épület pedig a takarék szövetkezet helyére került. Amikor Tamás kisfiú volt, amikor az apja indult a tűzesethez, ide a tűzoltó szertár szaladt mindig utána, és igaz, hogy nem tarthatott a összegyűlt tűzoltókkal, hanem szaladt egyből a tűzhelynek a helyszínére, és elveste, hogy hogyan oltják a tüzet. Tehát Tamás már gyermekként részt vett a tűzoltásban, itt a Tiszaörs főutcáján a gyógyszertár után volt egy villámcsapás következtében egy kazaltűz, és ő ért oda legelőször, és a gyerek, a többi gyerek is részt vette a tűzoltásba,
a vedreknek a továbbadó hatásában. Nem kis dolog volt ez. Amikor az általános iskolai tanulmányt itt Tiszaösön végezte, befejezte, akkor a Karzai gimnáziumba került. Érdekes, hogy akiket könyvbe szerepeltetek, ezek a személyek legtöbben a Karzai gimnáziumba kezdték a tanulmányaikat, és mind-mind sikeres emberré váltak a régi Karzai gimnáziumban. Hadd mondjam, hogy most is nagyon jó a Karzai gimnázium, mert az unokáim, mind a három unokám, ebből már kettő leérettségizett, nagyon szépen haladtak, és szép munkakörbe kerültek, és a legkisebb lányunokám is most ott 11-es gimnazista, és nagyon elégedettek vagyunk az ottani munkával. Tehát nem csak az 1950-es években, hanem most is nagyon működik a Karzai gimnázium. Leérettségizett, majd 1960-tól hivatásos tűzoltó lett. Nem sokáig tűzoltóskodhatott, mert behívták katonának, és miután olyan jó szervező emberke volt Tamás, ilyen tartalékos tiszti iskolára küldték, és amikor azt elvégezte, akkor azt szerették volna, hogy a honvédségnél maradjon ott, szolgáljon tovább. Meg is kóstolta, alhambanyi rangba kerül, de nem tetszett neki az az élet, és akkor visszament az első tűzoltói munkahelyére 60-ba, és ott azonnal Tűzoltó Akadémiára küldték, és azt elvégezve 1965-ben diplomázott, és azt elvégezve különböző felelős beosztásokba került. Egyre magasabb beosztást kapott, először parancsnok helyettesnek 60-ba, utána pedig 1984-től parancsnoknak nevezték ki. A képen, ugye Lengyel Tamás mellett a szülőiház, és itt már munkaértekezletet tart, még itt parancsnok helyettes ezen a képen. Nagyon jó emberi kapcsolatokat alakított ki a munkatársaival. Kellett is, mert nem kis dolog volt, amikor rábíztak 60 és környékének az összes tűz megelőző tevékenységét, a tűzoltásba való részvételt, és az emberekkel, a hagyomvédelemmel és az emberekkel való törődést. Ez nagyon nagy felelősséget jelentett, és ő is nagy felelősséget tartozott a beosztottjaival is. Itt egy nyugdíjassal találkozom ezt. A munkájáért elismeréseket kapott, itt vannak a kitüntetései. Ugye egy család idén, már dédmutányon is született. Különböző sportversenyeket is részt vett, ő maga is, és a munkatársai is, és győztesként is került ki. Egy családi kép 2016. augusztus 20-áról. És 1991-ben vonult nyugdíjba, és most is tartomra. A következő szintén őrsről indult két testvér, dr. Patócz Imre és dr. Patócz Tibor. A Tiszaösön születtek mind a ketten, a Damjanics utcába, úgy tudom, hogy ez a Veres Alfrédi háza a Damjanics utcába, ez volt a családi ház, a szülők itt vannak 1980-as évek elején. Az édesapjuk Tóth Sándor volt, tehát az édesanyja első férje Tóth Sándor volt, és ez a Tóth Sándor, amikor hazajött a második világháborúból, akkor megházasodott, és született egy gyermekük, József.
az édesapja talált egy gyapnát itt Tiszaörsön, és próbálta hatástalanítani, és hatástalanítás közben meghalt, életet vesztette, és így az édesanyja is, és a József is család fő nélkül. Megjósult, újra férhezett a anyuka, Patóth Sándorhoz, és utána született a két gyermek, a Patóth Imre és a Patóth Tibor. Patóth Imre, ő is az iskoláit itt járt a Tiszaörsön, majd a Karcagi gimnáziumba került, kiváló tanuló volt. A tiszaörsi osztálytársai közül Tóth Imre, akkor dr. Szabó Otto volt a jó barátságban, és bizony, amikor 1956-hoz érkeztek, akkor olyan dologba vettek részt, ami ilyen gyerekes, de majdnem nagyon nagy bajba kerültek, majdnem letartóztatták őket, mert kiabáltak az úton, hogy huszkik haza, és abban az időben ez nem volt illdomos, és ez valahogy a rendőrségnek a tudomására jutott, és a rendőrök megjelentek a Karcagi gimnáziumban, és a tiszaörsiek és az ottani tantestület összefogására volt szükség, hogy ne legyen semmi olyan következmény, hát végül is ilyen figyelmeztetést kaptak. Kiváló tanuló volt tehát Imre is, és 1965-ben az érettségi után egy külföldi egyetemre tanulmányt nyert el, választhatott, és ő Lengyelországot választotta, és azon belül is Krakkót. Egy év nyelvi képzés után megkezdte a tanulmányait, és 1969-ben végzett a legjobb tanulóként. Ott összeismerkedett a feleségével, lengyel származású feleségével. Így mesélte nekem, hogy a egyetem legszebb lány volt, és hatalmas szerelem szövődött köztük, és meg is házasságot is kötöttek 1969-ben. Imre lengyel, orosz és angol nyelven beszél, folyamatosan, folyékonyan a magyar nyelven kívül. Amikor elvégezte az egyetemet Krakkóba, akkor Karcagra került a kutatóintézetbe, és 1974-ben ledoktorolt. 1978-ban kandidátusi tudományos fokozatot szerzett, két gyermekek született, Barbara, aki orvosgenetikus, és Gergely, aki most Lengyelországban vezeti a vállalkozásokat, mert Lengyelországban élnek. Az unokák. Ezek pedig a könyvei. Mindent nem akartam, minden könyvét lemásolni. És akkor itt van dr. Patóth Tibor, a második házasságból született gyermek. Tessenek nézni, hogy 1956-ban hatalmas betegség söpört végig Magyarországon, és
a kis Tibikét is 2 éves korába gyermekbénulás érte el, és a bal lába lebénult, teljesen lebénult, és el tessenek nézni, hogy milyen erőfeszítéssel tanult meg járni, ilyen lábrögzítő segítségével. Ő is ide járt a Tiszaörsi Általános Iskolába 10 éves koráig, járt ide, és nagyon szerette az Őrsi iskolát, kiváló tanuló volt, de az történt, hogy elköltöztek, az édesanyja elvált a férjétől, és elköltöztek a Apostagra. Apostag, akik ismerősek az irodalomba, Nagy Lajos író apostagi kötődéséről biztosan hallanak, ott élt egy darabig, és a gimnáziumban pedig Kunszer Miklósra járt. Nagyon jó tanult ő is, és a biológia volt a kedvenc tantárgya. Sikeres érettségi vizsga után a Szegedi Orvostudományi Egyetemre került, 6 évig tanult az egyetemen, és a diploma megszerzése után Hévízre került, egy iskola, igen, és a Balladási Kép, tehát Tiszaörsi iskola kép. És itt 1979-ben kapja meg az orvosi diplomáját, és Hévízre került a reumatológiai osztályra, és masször tanfolyamokat szervezett, és a tanfolyamon, a masször tanfolyamon anatómiát oktatott, és az anatómia, tehát a masször tanfolyamnak a résztvevője volt a felesége, lehető felesége, megismerkedte, és szerelem szövődött köztük, és házasság lett a vége. Itt van a felesége, a lányok, és a kutyájuk, és Paplós Tibornak ez a legújabb fényképe. Megházasodtak, összeesküdtek, és Dunaújvárosba kerültek, ahol a Röntgenosztálynak a vezetője lett. 1986-ban radiológusi szakvizsgát tett. 1997-ben Enyingre került, ahol igazgató főorvosi beosztást kapott, ugyanolyan, mint dr. Szabó Attól, akiről majd egyébként szóltatok. Lána Virág, aki kozmetikus munkában megérkezik. Szabó Attó. Szabó Attó. Szóval elég hosszú időn keresztül kellett beszélgetnem, mire azt az írást el tudtam volna készíteni. Húzódozott eleinte, de utána addig beszélgettünk, hogy csak sikerült tőle. És olyan dolgokat mesélt el, amit nem sokan tudnak itt törzsön. 75-nek a súlya született. Nem volt abban az időben még ez a aminek mondták ezt a inkubátor, nem volt egy inkubátor, viszont volt a kemence sutya, ahol jó meleg volt, jó puha párnába betakarták, és óvták létjük mindenki. Hát ugye ezt nem sokan tudjuk, de nekem elmesélte, és igen, itt a talva is, hogy ezt megnyertünk. Az édesanyja nevelte, és a nagymamát. De az volt, amit a nagymama mondta, tehát azt kellett csinálni mindig. De úgy emlékszik attól, hogy amikor már kezdett gondolkodni, hogy helyes volt az irány. Tehát így emlékszik vissza. Nem volt könnyű a neveltetése, mert ugye abban az időben anyagi gondokkal küzdöttek nagyon sokan, és a kert körül volt egy kis szőlős kertjük a szőlőbe, meg a kertbe gyümölcseket és szőlőt, és hortát Nagyivárra a piacra
mert Rozika néni biztosan sokan emlékeznek. Ezzel is biztosította a családnak szükséges anyagi forrást. Nagyon jól tanult az ősi iskolában, Otto, és ő is a karcagi gimnáziumba került, és ott is szép eredményeket ért el, olyannyira, hogy az Orvostudományi Egyetemre könnyedén bejutott. Már ő Karcagon is zenélt, alakított kis zenekart, amikor az Orvostudományi Egyetemre bejutott, akkor is ott is zenélt, és a fiatalokkal egymásnak nagyon jó szórakozást tudtak minden. Itt az édesanyjával gyermekkori fotó, úttörős fénykép van, fiatalkori fényképek, és most, amikor beszélgettem vele, így nézett ide, egy kicsikét már olyan megdobbant egészségi állapotban, de nem mutatja, olyan vidáman beszélgetett, aki nem látja, az úgy néz, teljesen egészséges. Tehát aki csak úgy figyeli a környezetbe, teljesen egészségesnek láthatja. Egy fiúk és egy lányuk született. Az ügyvéd fiával, hát azt hiszem az ügyvéd fiát nagyon sokan ismerik. A tiszaörsieknek nagyon-nagyon sok esetben segített, ha olyan dolgokat lehet intézni, amihez jogi tudásra van szüksége, a lánya és két unokája. Az ügyvéd fia nagyon nagy szeretettel emlékszik a nagyapjára. Egy idézetet leírtam, majd ott azt megtetszenek találni a könyvbe, hogy milyen meghurcoltatásban volt része itt a nagyapjának, Otto apjának, aki az 50-es években a helyi községházán dolgozott, és hát bizony nem akarta azt, hogy a kulákkán nyilvánított emberektől, háztáiba termelt emberek, tehát a termékeket elvigyék az emberektől. És ezért ugye, aki nem állt oda annak idején, azt meghurcolták. És ezt leírja. És én szóra, betűről betűre Krisztiánnak a megemlékezését beleírtam. Legnagyobb kitüntetésére büszke. Tell it to my heart tonight, baby hold me tight, tell it to my heart.